Sohajda Szilárd felszerelését megtalálták, az érteküldött mentőcsapat tagjai, a holttestét azonban nem, de mindenki biztosra veszi, hogy a hegymászó már nem él. Édesapja közösségi oldalán búcsúzott fiától. Híradónk úgy tudja, hogy ha meg is találják a keresésére indított légimentők, a család kérésére a holttest a hegyen marad. Izgatott vagyok. Félek. De várom is. Nagyon várom. Ez volt Sohajda Szilárd utolsó videóüzenete a csúcstámadás előtt. Arról beszélt benne, hogy reméli, oxigénszegény állapotban is képes lesz józan és megfontolt döntéseket hozni. Egy új dimenziót jelent ez a plusz 237 méter. Nem tudom, hogy mi fog odafent történni. Hogy pontosan mi történt, azóta sem tudja senki. Annyi biztos, hogy a mászók közül többen is nehézségekkel küzdöttek. Sokan ugyanis megbetegedtek az alaptáborban. Volt, aki felső légúti tünetek miatt el sem tudott indulni a csúcsra. Ott voltak egy étkező sátorban, egy közös étkező sátorban, és a használt zsebkendőt a simán kitették az asztalra, prüszköltek, köhögtek a leves fölött, stb. Tehát ezért Szilárd végül szólt is. Nagyon-nagyon jámbor ember egyébként, de a végén azt mondta, hogy srácokat, itt mindenki a csúcsot szeretné megmászni, ne betegítsük meg egymást. Szilárd végül megkezdte a csúcs támadást, nyomkövetője 8795 méter magasan jelzett utoljára. Két fős háttércsapatával, akik itthonról tartották vele a kapcsolatot, 8630 méteren beszélt utoljára. Tudta, hogy időszűkében van, de eltökélt volt. Az ember nem szól bele, hogy a mászó mit csinál, ez az ő döntése, ő ment oda föl, ő küzdött érte, és a többi, és a többi. És bíztunk benne, hogy onnan még lesz olyan erőben, hogy ha el is éri a csúcsot akár későn, még onnan vissza fog térni. Nem volt egy olyan projekt, hogy itt most úristen nagyon nagy százalékban sikertelenség várható, vagy akár tragédia, az meg aztán végképp nem. Tehát ez egy számunkra is teljes mértékben döbbenetes fordulat volt, és eltart még majd ideig, amíg ezt feldolgozzuk, azt hiszem. A kapcsolat néhány órával az utolsó hívás után végleg megszakadt a mászóval. Az érteküldött serpák egyike a Világgazdaságnak azt mondta, megtalálták Szilárd sátrát a négyes táborban, körülbelül 7950 méteren. A sátorban sisakokat, kesztyűt és gyógyszereket is találtak, azokat lehozták, a holttestet azonban hiába keresték. A légifelderítés ugyanakkor még folyamatban van. A holttest azonban a család kérésére mindenképpen a hegyen marad. Ha biztonságosan megközelíthető helyen van, akkor a mászó eszközeit elhozza a mentőcsapat. Egyrészt, hogy pontosabb képet kapjanak a történtekről, másrészt utolsó emlékként a családnak, akik azt kérték, a nyilvánosság kizárásával gyászolhassanak. Úgy van, Timi, hogy egy feleség és egy anya egy ilyen szituációban van, úgyhogy családi körben vannak. Közben Szilárd édesapja közösségi oldalán búcsúzott fiától. Azt írta, sziszikém, nincs szavam a nepáli hírekhez. Ha igaz is, ami a lehetetlen elér fel, bennem mindig élsz. A jelenlegi adatok szerint a magyarok közül Sohajda Szilárd jutott a legmagasabbra az Everesten oxigénpalack nélkül. Nedecki Júlia szerint az sem kizárt, hogy a csúcsot is elérte, csak meghibásodott nyomkövetője nem küldött adatokat róla. Szilárd egy nagyon erős ember volt, egy nagyon elszánt valaki, úgyhogy én sajnos el tudom képzelni, hogy ő addig ment, még fel nem ért. Az első magyar hegymászónő, aki járt 8000 méter felett, híradónknak azt mondta, a csúcs közelében Sohajda Szilárd vélhetően rossz döntést hozott, mert az emberi szervezet számára extrém körülmények között úgy ítélte meg, hogy sikeresen visszaér majd az alaptáborba.